Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója szeptember 1-én csütörtökön. Több mint 21 milliárd forintból vásárol új vonatokat a Gyesev, mintegy 100 ezer egészségügyi dolgozó kap fizetésemelést szeptembertől, és két játékosától megvált, két új labdarúgót viszont szerződtetett is a Gyirmót FC Győr az átigazolási szezon utolsó napján. A részleteket hamarosan mondjuk, de előtte mutatjuk, hogy melyek lesznek ma esti kiemelt híreink. Becsengettek az iskolákban, országszerte mintegy 1 millió 200 ezer gyerek ült be újra a padokba. Győrben a kisiskolásoknak Borkai Zsolt polgármester adta át a füzetcsomagokat. 650 ezer forint támogatást kapott a Győri Kórház a Megyei Iparkamara kézműipari tagozatától. Az összeg egy részét a gyermeksebészet kapta meg. Négy gólos vereséget szenvedett Vácon felkészülési mérkőzésen a győri Audi Eto KC. A zöldfehérek ezúttal is főleg a fiatal játékosokra építve léptek pályára. És sok napsütésre számíthatunk a hét hátralevő napjain is. Csak a jövő hét elején érkezhet csapadék térségünkbe. Adásunk végén ma este is részletes időjárás jelentéssel jövünk. Megkezdődött a 2016-17-es tanév, a gyerekeknek körülbelül 180 napot kell iskolába járniuk. Országszerte összesen 1 millió 200 ezer gyerek ült be az iskolapadba. A 2,5 hónapos vakáció után azért kell egy kis idő, amíg visszaszoknak a szorgos hétköznapokhoz, de a diákok közül sokan várták már az iskolakezdést, főleg azért, hogy újra találkozhassanak pajtársaikkal. Újra nyüzsögnek a gyerekek az iskolák folyosóin. Innentől kezdve körülbelül 180 tanítási nap választja el őket a következő nyári szünettől. Ettől függetlenül a diákok többsége nagyon várta, hogy elkezdődjön a tanév. Nagyon vártam, mert otthon néha-néha unatkoztam, mert szeretnék sokat tanulni. A barátaimmal nagyon szerettem volna találkozni, mert én is ugyanúgy unatkoztam otthon. De hát én annyira vártam tényleg, hogy találkozhassak a többiekkel, mert... Tehát most itt volt a nyári szünet, és hogy nem találkozhattam velük, az engem nagyon elszomorított így őszintén. Azért vártam nagyon, hogy találkozzak a barátnőimmel, és hogy megint együtt tudjunk tanulni. Én nagyon vártam, hogy tudjak játszani a barátaimmal, beszélgetni velük, hogy élményeimet elmondani nekik. A 2,5 hónapos vakáció után a gyerekeknek azért kell egy kis idő, amíg visszarázódnak a tanulással töltött mindennapokba. Próbálok fegyelmezett maradni és a tanáromra figyelni. Én úgy gondolom, hogy nehéz lesz, remélem könnyen vissza tudok szokni sulihoz. Úgy gondolom, hogy ez a pedagógusoknak nem okoz problémát, hiszen az ő szenzoraik, azok mindig figyelik azt, hogy a gyerekek éppen milyen paszban vannak, milyen testi, lelki, fizikai állapotban, és a tanév során is ahhoz igazítják az elvárásokat. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez problémát okozna, még az elsősöknél sem. 81 elsős kisdiák tanul mától a Nádorvárosi Énekzenei Általános Iskolában, akik bár kicsit izgultak, de nagyon várták a nagy napot. Izgultam, és tudom, hogy már jó lesz, és nem kell félnem. Nagyon örültem, hogy iskolába mehetek. És azért, mert Márti néni a világ legjobb tanítónénie. Mert rendesek a tanítónénik. Nagyon örültem. Tudtam, hogy jó lesz. A szeptember 1-i becsengetés után a gyerekeknek az őszi szünetig, vagyis november 2-ig kell egyhuzamban iskolába járniuk. Idén összesen 3 millió forint értékben kapott tanszercsomagot az önkormányzattól minden győri első osztályos kisdiák. A városvezetés ezzel járult hozzá az elsősök beiskolázásához. A csomag tanszereket, írószereket és foglalkoztató füzeteket is tartalmaz, amelyeket a szerencsés elsősöknek Borkai Zsolt polgármester adott át. Jászmin, Zsófika, gyertek iskolába!
Megszeppenve és még kicsit bátortalanul ülnek a gyerekek a padokban, a Gárdonyiban összesen 98 kis elsős kezdte meg tanulmányait, akik iskola kezdéséhez az önkormányzat, mint ahogyan már sok éve, idén is egy tanszercsomaggal járult hozzá. Attól függetlenül, hogy mi vagyunk a fenntartója egy adott intézménynek, vagy nem, úgy gondoljuk és úgy érezzük, hogy ilyenkor az iskola kezdésnél az elsősöknek egy füzetcsomaggal, egy olyan csomaggal, amit tudnak használni, mindenképpen a segítségekre tudunk lenni, és elsősorban nem csak nekik, hanem így a családoknak is, hiszen én azt gondolom, hogy sok-sok száz forintot tudunk megspórolni a családoknál az iskola kezdésnél. Első osztályban, ha megveszünk a táskát, a tolltartót és mindent, ami szükséges, akkor gondolok itt a torna felszerelésre is, akkor az már elég nagy megterhelést jelent anyagilag a családoknak. Most egyrészt ez ingyen van, másrészt meg gondosan össze van válogatva. Tehát az sem mindegy, hogy valaki összeválogatja helyettünk, mert ennek az összeválogatása még a tanítónénének is minimum fél órába telne. Egy jól felkészült anyuka is. Ha nincs nagyobb gyerek, akkor minimum egy órát futkározhatna a papírboltba, mire összeszedni ezt a csomagot. A gyerekek izgatottan nyitották ki a csomagot, ami tanszereket és írószereket, valamint foglalkoztató füzetet is rejtett. Különböző kifestők, színes ceruzák, egy szóval olyan jellegű dolgok, ami érdekessé teszi az egészet, ugyanakkor pedig kicsit már a rejtelmekbe bevezet, kicsit már több, mint amit az óvodában, ami az óvodában volt, de mégis ahhoz kapcsolódóan már egy kicsit átvezetve az iskolai életbe. Az iskolaszerekből összeállított csomagot összesen 3 millió forint értékben minden győri elsős megkapta. 10 új Flirt motorvonat vásárlásáról állapodott meg a Gyesev ZRT a Stadler konzorciummal. A beszerzés több mint 21 milliárd forintból valósul meg, amelyet teljes egészében Európai Uniós támogatásból finanszíroznak. Az első járművet 2018 márciusában, az utolsót 2019 januárjában szállítják. A vonatok végsebessége eléri az óránkénti 160 kilométert, és összekapcsolhatóak lesznek a korábban beszerzett motorvonatokkal is. A szerelvények többek közt a Sopron-Győr és a Szombathely-Rajka útvonalon is közlekednek majd. Csaknem 100 000 egészségügyi dolgozó kap fizetésemelést szeptembertől. A szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek bére a rendeletben megjelent bértábla szerint bruttó 107 000 forinttal nő. Az egészségügyi szakdolgozók pedig végzettségüktől és a munkában eltöltött időtől függően 6660 forinttól 60 000 forintig terjedő emelést kaphatnak. Az átlagos béremelés mértéke 26,5%, mindenre több mint 19 milliárd forint plusz forrást biztosít a költségvetés. 650 000 forint támogatást adott át a Győri Kórháznak a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari tagozata. A szervezet bájának tombola bevételét ajánlotta fel az intézménynek, az összeg egy részét a gyermeksebészet kapta meg, de a vállalkozók a kórház egészének működését is segítették. Adományátadás a Győri Kórházban. Az egészségügyi intézmény működéséhez ezúttal összesen 650 000 forinttal járult hozzá a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari tagozata. A szervezet bárjának tombola bevételével már 14. éve támogatja a kórházat. A gyermeksebészetet ezúttal 250 000, az egész kórház mindennapjait pedig 400 000 forinttal segítik a jótékony vállalkozók. A tagozat tagja is ilyen felelős emberek, és azt gondolták, hogyha van egy bevétel, ebből profitot egy kamarának nem illik, egy tagozatnak nem illik termelnie. Hát csak úgy elkölteni az meg ekkor összegeknél már az luxus lenne, egy jó célt kerestünk. Hát a jó cél az úgy alakult, hogy egészségügy, meg gyerek, és a kettőt ötvöztük a 14 évvel ezelőtti megbeszélésen, sebbe jött ki a gyereksebészet. Aztán ez a történet ez folytatódott, és amikor a kórház jubileumát ünnepelt, akkor ez szétágazott két felé. A kórház elsősorban a műszerpark korszerűsítésére fordítja a pénzt. Tamás László János, az intézmény igazgatója elmondta, az elmúlt években bevezetett takarékossági intézkedéseknek köszönhetően nem emelkedett tovább a kórház adósságállománya.
azért az öröm, hogy tartósan az intézmények között a középmezőnyben vagyunk, a 6-7% éves büdzsé elérő lejárt adósságállományban. Van, aki 10 fölött van, sőt van, aki 30%-os adósságállományt halmozott fel. Tehát nem állunk rosszul, jól lehet a top 10-es kórházban benne vagyunk, az adósságállomány tekintetében 40-50. Helyen vagyunk. Az igazgató hozzátette, a hiány folyamatosan újra termelődik. Véleménye szerint ez így is marad mindaddig, amíg nem lesz alapvető változás a finanszírozás, illetve a betegellátás tekintetében. Kettől október közepéig lezárják a Magyarország és Szlovákia közötti Medvei hidat szerkezetépítési munkálatok miatt. A Magyar Közút Nonprofit ZRT közleménye szerint a munkálatok ideje alatt a gyalogosok folyamatosan igénybe vehetik a híd egyik oldalát. Az autósokat Győrben és az M1-es autópályán több helyen is figyelmeztetik a lezárásra. Kerülni Rajka vagy Komárom felé lehet. A hírek.sk hírportál szerint a hídon naponta több ezer autó halad át, főként a Szlovákiában élő, de Magyarországon dolgozó vagy iskolába járó ingázók veszik igénybe. Csodával határos módon csak könnyű sérüléseket szenvedtek annak a kis busznak az utasai, amely ma délelőtt a két útpályát elválasztó szalagkorlátnak hajtott és felborult az M1-es autópályán. A furgon Budapest felé hajtott, de az ütközés miatt az utánfutója átrepült a Hegyeshalom felé tartó oldalra, így ott is akadályozta a forgalmat. A reggel történt baleset miatt mindkét sávon torlódás alakult ki, és csak kora délutánra állt helyre a rend. Felkészülési mérkőzésen szenvedett vereséget a győri Audi Eto KC női kézilabda csapata. Az ellenfél most a Vác együttese volt. A győriek egy keményen végig dolgozott időszak után léptek pályára az edzőmérkőzésen, ez meg is látszódott a játékukon. A csapat teljes kerete elutazott a találkozóra, de az olimpiáról hazaért norvég és holland játékosok egyelőre csak a lelátóról figyelték a társakat. A kétszeres BL győztes győri Audi Eto KC-ban a légiósok közül a mérkőzésen csak Amorim és Knedlikova állt Ambros Martin rendelkezésére. Sok hibával játszott a Győr az első játékrészben, így a félidő felére 3 gólos hátrányt szedett össze a zöld-fehér csapat. A fiatalokkal felálló együttes nem tudta tartani a lépést a lelkesen és jól védekező házigazdákkal. Így a félidőre már 4 gólosra nőtt a különbség a két csapat között. A német András irányította Váciak, 16-12-re vezettek a nagy szünetre. Voltak azért jó dolgok, ma egy nagyon fiatal csapattal játszottunk, ketten voltunk, csak tapasztaltabbak. A védekezésünk lehetett volna sokkal agresszívabb, de sajnos néha átcsaptunk egyénieskedésbe. Viszont semmi olyan nem történt, amit ne tudnánk viszonylag gyorsan kijavítani a jövőben, úgyhogy összességében szerintem az eredmény ellenére nem volt rossz meccs. A második játékrész elején rögtön 6-ra nőtt a Váci előny. Erre azonnal felpörgött a vendégegyüttes, és faragott is a hátrányból egy kicsit. A hazaiak azonban felvették a ritmust, és a félidő közepétől újra fokozatosan növelték előnyüket. A legnagyobb különbséget az 50. percre érték el, ekkor 27-19-re vezetett a Váci csapat. Én szerintem nagyon jó volt, attól függetlenül, hogy nem nyertük meg a mérkőzést. Szerintem nagyon jól játszottunk, és mindenki lehetőséget kapott, és úgy gondolom, hogy jó volt. A mérkőzés végére már kiengedtek a fehérmezesek, így a győriek kicsit közelebb tudtak zárkózni. A végére 4 gól maradt a hazai előnyből, a Vác 31-27-re győzte le a megfiatalított Audi Eto gárdáját. Általában az eredménnyel nem foglalkozunk, csak azzal, hogy játszik a csapat. Ma viszont sajnos ezek közül egyik sem stimmelt. Ennek az lehet az oka, hogy nagyon fáradt mindenki, hiszen keményen dolgozunk, ráadásul nagyon sok erősítő gyakorlatot végzünk, mert azt szeretném, ha a szezonban fizikai szempontból nem lenne ellenfelünk. A következő edzőmérkőzés, melyet a nézők is láthatnak, szeptember 7-én lesz. Ekkor az Audi Eto a Dunaújváros csapatát fogadja hazai környezetben. Novák Csanáddal és Jancsó Andrással is megegyezett a Gyirmot FC Győr labdarúgó csapata az átigazolási időszak hajrájában, így mindkét játékos a nyári kölcsönbe érkezett a csapathoz. Novák Csanád neve egyébként már ismerős lehet a győri foci szurkolóknak, hiszen az Eto FC csapatában nevelkedett. A Gyirmot FC az utolsó pillanatban közös megegyezéssel felbontotta Völgyi Dániel és Belicki Gergő szerződését. Előbbi Debrecenben, utóbbi pedig az Eto FC Győr csapatában folytatja pályafutását.
Becsengettek az iskolákban, országszerte mintegy 1.200.000 gyerek ült be újra a padokba. Győrben a kisiskolásoknak Borkai Zsolt polgármester adta át a füzetcsomagokat. 650.000 forint támogatást kapott a Győri Kórház a Megyei Iparkamara kézműipari tagozatától. Az összeg egy részét a gyermeksebészet kapta meg. Négy gólos vereséget szenvedett Vácon felkészülési mérkőzésen a Győri Audietó KC. A zöldfehérek ezúttal is főleg a fiatal játékosokra építve léptek pályára. Korodi Petra ma este is itt van velünk a stúdióban, és magával hozta a térség legjobb kikapcsolódási lehetőségeit is a programajánlóban. Szia Petra, mit ajánlasz nekünk péntekre? Még látogatható Tumbász Hédi fotóriporter kiállítása Tatabányán az Agora Frizben. A tárlaton az alkotó sportfotóit lehet megnézni, egészen szeptember 30-áig nézhető meg Tumbász Hédi kiállítása Tatabányán az Agora Frizben. Aztán több helyszínen rengeteg játékkal és ismeretterjesztő dologgal várja a kicsiket és a nagyokat a Moson-Magyaróvári Futura. Ott van a Pániklabor, a Tesla Transformátor, a Planetárium és a Futura Jet, valamint sok más látni és tapintani való. A Futura Interaktív Élményközpont az egész családot várja. És folyamatosan várja az apró tudósokat a Győri Mobilis. Az interaktív központban többek között kialakítottak egy mini pánikszobát, amelyből logikai fejtörők segítségével szabadulhatnak a gyerekek. Jó szórakozás lehet a Mobilis az egész család számára. Adásunkat az időjárás jelentéssel folytatjuk. Tiszta nyárias idő várható pénteken az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. A légmozgás enyhe marad, erős lesz az UV-sugárzás. Pénteken hajnalban 14, amíg reggel 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Napos száraz idő lesz a nap további részében is, a csúcshőmérséklet 28 fok körül várható. Péntek este 14-17 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők a prognózisok szerint. Marad a csapadékmentes napos nyárias idő a következő napokban is északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Szombaton a nap elején és végén 14, amíg napközben 28 fok várható. Vasárnapra is marad a csapadékmentes idő, a reggeli és az esti órákban 15, amíg nappal 28 fok lesz. A hétfő már változóan felhős lesz, és néhol előfordulhat eső is, reggel és este 14, amíg nappal 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió szeptember 1-i műsorát látták. Kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híradóval legközelebb pénteken este 7 órakor várjuk majd Önöket. Jó éjszakát kívánok a viszontlátásra!